Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy hogyan kell egy videokártyán BIOS-t cserélni. Ugye, mint mindenen általában van ilyen firmware vagy BIOS, legyen az, mit tudom én, akár egy DVD olvasó, azon is lehet firmware-t cserélni vagy frissíteni. Így a videokártyának is van BIOS-a, ugyanúgy, mint egy alaplapnak. Csak hogy nem látható BIOS, tehát nem lehet belemenni és állítgatni benne, hanem ezt különböző programokkal lehet átírni, megnyitani, csak megnézni esetleg. És vannak olyanok, akik ezt át is tudják szerkeszteni, tehát ezekre a BIOS-okkal foglalkoznak, mit tudom én, megemelik alapból a megahertzeket, vagy a feszültséget állokkolják meg ilyenek, tehát ilyeneket lehet viszont. Na már most, én meg szeretném mutatni, hogyan lehet egy alapszinten, egy videókártyán, legalábbis inkább most menjünk erre a 780, és vagy hát az Nvidia-nak a 7-es szériája felé, mert inkább csak ezt preferálom. Tehát, hogy a 7-es szériánál hogyan lehet BIOS cserélni, elvileg mindegyikre vonatkozik ugyanez az eljárás. Azt nem tudom, hogy a lejjebbi többi 6-os vagy 5-ösre is ugyanez vonatkozik-e. Mert szerintem lehet, hogy igen, ugyanezzel a programmal elvileg, mert végülis a program visszafele kompatibilis. Tehát megmutatom, hogyan lehet ezt megcsinálni egyszerűen, könnyedén. De mielőtt még elkezdenénk, mutatok egy programot, amivel megnézhetjük a BIOS-unkat. Ez nem más, mint a Kepler BIOS Tweaker. Legalábbis az Nvidia-nak az ilyen kis BIOS nézegető programja, és itt lehet benne állítgatni is dolgokat. De ez valamiért csak ilyen tweaker, tehát igazából nem úgy működik, ahogy kéne, mert ugyanúgy hiába emel meg benne a megahertzet, a végjában nem úgy látszódik, mintha meg lenne emelve. Tehát utána a GPU-zé az csak úgy fogja látni, hogy mintha egy tuningolt videókártya lenne, amit MSI Afterburner-ben tuningoltam fel X MHz-el. De mielőtt még ugye itt megnyitnánk bármit, és ugye nincs mit megnyitnunk, maximum olyan BIOS-okat tudunk megnyitani, amit internetről töltünk le. Na de akkor meg is nyitom, én már itt lementettem az én videókártyámnak a BIOS-át. Meg is mutatom, itt van az DC2. Azt mondja, ez az alap BIOS-a egy videókártyának. Ez bármelyik program elvileg le lehet menteni, de majd elmondom, hogy melyik az ideális program hozzá. Tehát itt az alap common részében, itt van az alap megahertz, hogy mennyire boostoljon minimum. És ugye boost limit, hogy 1228-ig mehet a boost egészen addig, tehát ott már lekorlátozza. Akkor itt van a memória úr, ajánl, hogy mennyi lehet itt a ventilátor fordulat száma, minimum 10%, maximum 100 lehet. Be lehet állítani azt is, hogy csak 100 legyen, és akkor ahogy indítod a gépet, az utána már 100%-on fog pörögni. Feszültségeket lehet itt még állítgatni. Itt van ilyen a boost table, na itt megint ilyen megahercek vannak különböző szintekre felosztva, hogy éppen azon a szinten hány megahercet produkáljon a videókártya. Itt látom, itt a GPU clock offset plusz 13 megahercet, itt nem működik ez a gomb például, ezzel lehet itt növelni 13 megahercenként az egészet, ezzel is szokták általában is mindig ezzel a számmal, de bármit persze be lehet írni. A boost státuszok még itt ilyen, hát ezekhez már így nem értek igazából. Tehát ezekben nem ismerek bele. Igazából a common részében lehet megnézni itt a verziószámot, esetleg ki a gyártó, meg ilyeneket, tehát ez alap nekünk. Na most különböző weboldalakról le lehet szedni különböző BIOS-okat, amik esetleg meg vannak egy kicsit piszkálva. Tehát mit tudom én, feljebb van tornászva az alap órajel. Én annó a sima 780-akon ki is próbáltam ilyen BIOS-t, aminek alapból 1100 MHz volt. Hát sajnos mivel a kártyáim nem bírták azt, ezért nem működtek valami megfelelően, tehát egy idő utáni játékban egyszerűen elment a kép meg ilyenek. De azok a kártyák nem bírták az 1130 MHz-et. De ami nekünk kell igazából, tehát amit inkább bemutatok most, az egy VBIOS, ami azt jelenti, hogy Volt BIOS. Azt is megmutatom, hogy néz ki. Az pedig ez. Ez a Volt BIOS, ez pedig úgy működik, hogy itt ki van kapcsolva a boost, tehát itt nincsen boostolási lehetőség. Tehát amikor te elkezdesz játszani és a kártya felboostol, vagyis a kártya felvált 3D-be, tehát a 3D üzemmódba, nem a szemüveges 3D-be, nehogy félreértsétek, hanem a 3D játék üzemmódba,
előtte, amikor terhelést kap, akkor maximum 941 az alap megahertz, tehát annál nem megy följebb és lejjebb sem, tehát nincsen antiboost meg ilyenek, hogyha melegedik. Ha 100 fok, az akkor is 941 MHz-en fog menni. Feszültség ugye ebben unlocked, tehát ez VBIOS unlocked, ami azt jelenti, hogy alapból ki van lokkolva a feszültség is, tehát lehet tovább adni neki, mint amit az MSI bír. Van még egy-két ilyen boost, ez ugyanaz maradt, igazából csak ez a kettő lett változtatva, ezt weboldalon csinálták. És tehát igazából ennyi itt a BIOS része, itt is van írva, hogy Skynet VBIOS 780 Club, tehát hogy onnét, ja, és ez a Skynet csábú csinálta. És nem tudom, milyen programmal lehet ezt normálisan így átírni, mert itt is át lehet írni igazából, de Helminter, akkor a GPU-Z nem úgy fog, meg nem is úgy fog működni, tehát ugyanúgy 941 marad, csak a GPU-Z úgy fogja látni, mintha az egy ilyen tuningolt vége lenne, tehát a defaulthoz 941-et fog írni, a mostani jelenlegi órajelhez meg mondjuk 1100-at, és viszont akkor is csak 941-en fog menni. Én nem értem, hogy ez miért van, ez a Kepler tweaker úgy látszik, ez egy ilyen, csak ilyen díszprogram, vagy jobban mondom, megnézheted, hogy mit tud a, vagyis milyenek a BIOS-ok, amit éppen letöltöttél. Na, most bemutattam ezt az alapprogramot, ugye nézzük meg a GPU-Z-t. Én csak így mondom, tudom, hogy lehet másra is mondani, de nekem akkor is GPU-Z marad. Na már most itt mutatom is, ez az alap felállás, tehát ez az alap ASUS DC2OC-nek a BIOS-a. Itt van a verziószám is. És itt látjuk, hogy a GPU clock ez jelenleg is ennyi, tehát most nincs semmi tuning, se a memóriákon, se sehol. Ugye amit az előbb néztünk, a 889 és a boost óra jel. Viszont a másik kártyán már rajta van a VBIOS, amit ha megnéztek, akkor látjátok, hogy a alap is 940, meg a boost is 941, tehát igazából ki van kapcsolva a boostolási lehetőség, ami annyit tesz, amit már mondtam, hogy ugye, hogy nincsen boost ilyenkor, tehát ha idején ezt megnyitom, ez az MSI Afterburner tuningoló program. Itt, hogyha a clockra ráteszek plusz 100-at, akkor a 941-ből 1041 lesz, és az lesz mindig. Tehát 3D-be felvált, akkor az 1041 lesz, akkor is, hogyha 150 fok a videókártya, akkor is az annyi lesz. Tehát nincsen visszaboostolás sem, meg feljebb sem egy. Ez a lényeg ennek a VBIOS-nek igazából, meg az, hogy a feszültség, amit látjátok, ugye az alap MSI, az csak 37-ig engedi fel, de ezzel lehet egészen 62-ig húzni, millivattig. Ez a jó benne igazából, egy kicsit többet adhatsz neki, elvileg jobban is megy a végia. Na már most. Most az alap hőfokunk, az 31 és 26 fok, ez teljesen jó idő állapotban. Jó. Na már most hogyan működik a flash-elés folyamata? Ugye ez a lényeg a videóknak. A videónak azt mondja, hogy én le is írtam magamnak egy ilyen puskaszerűséget. Tehát itt van három lépés összvisz. Az első lépésben kikapcsoljuk a védelmet a videókártyában, egy ilyen ROM védelem, vagy mi a franc igazából. Az első lépésben azt kapcsoljuk ki. A második lépésben, ami kötelező, elmentjük mindig a saját BIOS-unkat. Tehát, hogy mindig legyen meg az alap. A harmadik lépésben pedig felülírjuk a BIOS-t egy másikkal. Ehhez az NVFlash nevű programot kell használnunk, ebből is a legújabbat, a Windows-os verziót, ami DOS ablakban fut. Tehát igen, emberek, kell nekünk egy DOS ablak. CMD, és itt meg is jelenik egyszerre itt fent. Nos, erre jobb megint rákattintunk, futtatjuk rendszergazdaként, hogy tényleg működjön normálisan. Elindítjuk, és itt is van. Na már most ugye, mivel nem a System 32-ben van az NVFlash, általában érdemes mindig a C meghajtóra rakni ezt a programot, ott lehet a legkönnyebben kezelni. Tehát ki is léphetünk simán a C meghajtóra egy CD per jellel és egy Enter lenyomásával. Na már most NVFlash program, másolom, beillesztem ide, és nyomok egy Entert. És itt ki lehet választani, hogy mit akarunk, tehát melyik videókártyát akarom feloldani először. Ugye én a nullás volt az egyik, amit már egyszer feloldottam, akkor most legyen az egyes. Egyes, Enter. És kész. Aztán ugye elmentjük róla a BIOS-t. Szintén beillesztjük, és ezt átnevezzük, amire akarjuk, mondjuk
backup 1 mondjuk legyen. Itt is kiválasztjuk az 1-est, és mehet is. Kész. Meg is volt. És akkor jöhet a felülírás. Szintén beírás. Na már most itt ki lehet választani, hogy melyik videókártya. Láttátok, hogy a nullás az első volt, a második, ami alatta van, az pedig az 1-es, tehát nekem az 1-es kell most. Elég érdekes, van megszámozott, nem 1-től kezdődik, hanem 0-tól kezdődik a számolás, ez először engem is megtévesztett egy kicsit. Na mindegy, a lényeg az, hogy a nullás az mindig a legfelső videókártya. Tehát ha mondjuk van egy SLID, esetleg ha van egy SLID, akkor ezt így kell. És nekem a VBIOS-omnak az a neve, hogy Asus. Ugye, ha itt megnézzük, még egyszer biztonság kedvéért megnézem, hogy ne telepítsem rá ugyanazt a BIOS-t. Tehát itt van sima Asus, megnyitom, és ott látom, hogy 941, tehát ez az alap. Ja. És hogy nyomunk egy Entert. Analizálj, hogy ezek az ID-k, ezek ID-k jobban mondva egyeznek-e, vagy nem, hogyha esetleg nem egyeznek, akkor azt is megkérdezi, hogy biztos, hogy felülírja ezt a különbséget. De arra is van elvileg egy override külön parancs, de nekünk most mivel egyező, tehát ugyanolyan BIOS verzió számot szedtem le, ezért nekünk ezt nem kell néznünk. Azt mondja, hogy Y, és már el is kezdődött a folyamat. Először kitisztítja, aztán tárolja. Ez egy kicsit több ideig tart, meg vannak ilyen kis faszak, csippanások, nem tudom, hogy lehet-e hallani a videóban, itt elvég lehet hallani a hangszórón. És ennyi. Meg volt a kis csippanás, és akár ki is léphetünk. Most ugye megvan a flash-e is, tehát már is a másik videókártyánkon is rajta van ez a VBIOS, csak ugye ilyenkor még nem látjuk ezt, tehát ilyenkor azonnal érdemes egy restartot tolni, mert vagy nem fog rendesen működni a végje, vagy még a régi BIOS-szal fog működni. Tehát ilyenkor nyomunk egy restartot, és akkor már a végje azzal a BIOS-szal, amit rátelepítettünk, azzal fog működni. Na már most ugye a végére pár dolgot ezt szeretnék mondani, hogy akárki csinálja ezt, mondjuk frissít rajta, vagy valami, az mindig a saját felelőssége. Én most nem azért mutattam be, hogy ti ezt így csináljátok, csak azért, hogy ezt így kell. Saját magamnak is bemutatom, hogy legközelebb, ha csinálom, ne felejtsem el, már volt olyan, hogy itt le volt írva lépésről lépésre egy fórumon, és fogták és kitörölték azt a bejegyzést, és utána egyszer nem tudtam, hogy most what the fuck, mit kell csinálni. Tehát igazából ez magamnak is egy ilyen emlékeztető videó, hogy hogyan kell csinálni. És akkor mindig tudni fogom én is. Tehát mindenki, aki csinálja, csak saját felelősségre. Nem vállalok senkinek felelősséget a dolgaért, hogyha netán elrontja esetleg a videókártyát. Ha a BIOS frissítés valami miatt nem sikerül, nem kell pánikba esni, a kártyát utána is lehet majd még használni, akkor, hogyha visszarakod rá az alap BIOS-t. Azt úgy lehet, két módon lehet, vagy elviszed valakihez, akinek van még egy VGA-ja, és arról akkor meg lehet csinálni, láttátok az előbbi módon, tehát ki tudtam választani, meg végát akarom csinálni. Tehát ha nincsen rajt BIOS, vagy ha elrontod a BIOS frissítést, esetleg lefagy a gép, vagy áramszünet van frissítés közben, akkor ugye a videókártya nem üzemel többet. Tehát még szerintem kép se lesz rajta igazából, vagy nem tudom, tehát ilyen még soha nem volt. Az biztos, hogy a Windows-szal meg főleg nem fog működni. Ilyenkor ugye vagy átviszed valakihez, vagy ha van még egy videókártyád, az berakod ilyenkor. Az se baj, hogyha nem egyforma, nem számít, a lényeg, hogy az legyen az elsődleges, amelyik működik. Utána ugyanúgy belépsz a Windowsba, és ugyanúgy kiválasztod, hogy melyik videókártyád akarod te flash-elni. Ugyanúgy kiválasztod a kettest, mert azt azért fel fogja ismerni, hogy az egy GTX 780, vagy ha nem is ismeri fel normálisan, akkor is látod, hogy a második végé a helyén valami van, és akkor igen, felülír, stb. Folytat, és akkor ennyi. Ennyi az egész igazából ezen. Tehát nem, igazából ezeket se lehet így bioszosan nagyon megölni. Szóval nem annyira ördöngősség, de azért csak óvatosan. És csak aki tényleg így ért hozzá, meg tényleg van értelme frissíteni. Én most csak így felfrissítettem így, hogy megnézem, hogy mit tud tuningban, aztán lehet, hogy visszarakom rá én is az alap BIOS-t, vagy pedig csak felhúzom egy 1000 MHz-ig, és akkor azon fog menni, és akkor szépen egyenletesen mennek. Tehát itt a boostnál például ez megint ilyen lutri, hogy milyen videókártyát fogsz kínálni. Például itt a boost úgy néz ki, hogy az egyik 50 MHz-el lassabban megy, mint a másik kártya, holott egy helyről rendeltem ugyanakkor. Tehát igazából még talán a sorozat száma is csak párral tér el.
Szóval ez viszont az a VBIOS, ez meggátolja ezt a különbséget is, mind a két kártya ugyanazon a megahertzen fog menni, itt ez a lényege igazából, semmi más. Meg az, hogy lehet emelni ugye a feszültséget, végül is. Meg ki van kapcsolva a boost ugye, hogy ne össze-vissza ugráljon, hanem az 941, akkor az 941 lesz mindig. Persze ugye, hogy a 2D működik, tehát ja, meg itt fel van emelve a power limit is nagyobbra, tehát itt nem csak 110 valameddig lehet felhúzni, hanem egészen 150-ig fel lehet húzni, 150 wattig azt a limitet, tehát hogyha dolgozik a végé, akkor sokkal több energiát vehessen fel végül is, vagy valami ilyesmi a lényege ennek. Azuson azért, legalábbis ezen az Asus DC2-n itt érdemes is talán ezzel foglalkozni, mert ezen erősített VRM-ek vannak, erősített jobb áramkörök vannak, amin igazából a feszültség sokkal stabilabb, vagy valami ilyesmi, ez a lényege neki. Elvileg. És azért lehet ilyen VBIOS-ból viszont elég jót tenni rá, és a elvileg bírni is fogja. Az egyik kártyám az 1224-et bírt alapon elvileg, alap feszültség emelés nélkül, ami azért elég jó. Ja. Ez a VBIOS, ez garantálja az 1240 MHz-et, úgyhogy fel van 1,21 voltig tolva a feszültség, de hát azt majd meglátjuk, erre majd kezdve kíváncsi leszek, ezt majd letesztelem, hogy mind a két kártya bírni fogja valóban. Mert ugye nekem a két kártya, de meg lehet nézni külön, van egy ilyen a GPU tisztaság mérő ebből a GPU Z-ben vagy miben, vagy hát ez a neve elvileg, ez a milyen kiíratás itt van valahol, azt hiszem itt jobb megint rákattint, és akkor itt van, hogy asic, azik, vagy ahogy akarod úgy mondod ki, én nem tudom ezt hogyan kiejteni, de nem is érdekel igazából, és ezt be lehet olvasni, hogy az egyik GPU az 66,3%, és itt van az, hogy mit jelent ez a tisztaság, tehát ha rosszabb, akkor több alapfeszültség kell neki, ha jobb, akkor kevesebb, meg ilyenek, tehát hogy mire lehet használni. Az egyik az 66%-os, a másik, itt meg látjátok, hogy itt a default, amit még amit az előbb átmódoltunk, az itt elég érdekes írja ki, hogy az alap az 941, viszont a GPU az még kevesebb, tehát itt már bugosan írja ki. Ennek viszont 82, tehát ez azért sokkal jobb, ez a 82. Az érdekes, hogy 20% különbség van a kettő között, ami az elég nagy. Tehát az egyiket elég jól lehet tuningolni, a másikat meg nem. És ez meg is látszik tényleg az eredményeken is. Végül sok ennyi lett volna a bemutatója, szerintem nagyon egyszerű a dolog. Igazából semmi nehéz nincsen benne. Csak az, hogy mindig figyeld, hogy milyen BIOS tesz le mondjuk egy videókártya. Az én azt is kipróbáltam, én egyedül talán a ProHardware-emmel, senki nem merte bevállalni, hogy mi van akkor, ha egy referenciakártyára, tudjátok, erre a mókuskerekes hűtésű alap GTX 780-ra a szürkére, ráteszek mondjuk egy olyan BIOS-t, ami egy ilyen DC2 BIOS, ami tudjátok, ez a két ventilátoros, ami oldalról löki rá a levegőt. Mi történik akkor, egy olyan BIOS teszel rá, hogy hogyan fog menni egyáltalán a kártya, megy-e, vagy a ventilátor hogyan fog forogni? Na, én ezt kipróbáltam saját felelősségemre, mivel ugye volt másik videókártyám, tehát, sőt, még van egy másik videókártyám is tartalékban, egy GTX 650, azt hiszem. Tehát, hogyha ott valami elromlik, akkor én azt tudom korrigálni, és azért ki is próbáltam azt, hogy egy másik ilyen BIOS-t rátettem. Egy ilyen, aztán az EVGA-nak az ACX-ét, ami két ventilátoros, és működött a dolog. Csak annyi volt a különbség, hogyha itt feltoltam 100%-ra a ventilátort, akkor fel is ment 100%-ra a pörgés, csak nem olyan sebességre, tehát sokkal halkabb lett, viszont persze jobban is melegedett tőle ugye a végja, hogyha terhelésem volt, tehát a 100% a két végjánál nem ugyanazt jelentette. Ennél a mókuskerekűnél talán a 3000 valamennyi, csak mondok egy számot most, annál az ACX-nél meg csak 2000 valamennyi, és a 100%-ra feltettel, akkor az egyik az 2000 valameddig pörgött, a másik meg 3000 valamennyi, tehát ez volt a különbség igazából, de a megahertzek, a boost, meg minden az igazából majdnem, hogy ugyanúgy működtek, tehát ezzel nem volt ott gond. Tehát ezt is meg lehet csinálni, akár hogy más hűtéssel szerelve videókártya BIOS-át is ráteltette a referenciára. Persze itt is vannak akkor ilyen dolgok, hogy előbb eléri a... Mert a BIOS az úgy fogja vezérelni, hogy az két ventilátorra vezéri le azt a sebességet. Tehát ezek be van, az előbb néztük ezeket a boost, meg a hűtéssel kapcsolatos táblázatokat, hogy hogyan változnak a feszültségek, vagy a megahertzek, tehát az előbb azt néztük.
Na, meg ennyi lett volna. Remélem érdekes volt a videó, ha nem, az se baj. Na szóval, akkor köszi a figyelmet, sziasztok, és jó szórakozást a végi a mókoláshoz.